Precíz szalvétahajtogatás, asztalterítés, kedves tisztelettudó vendéglátás. Vendelés tanulótársai a november 30-ai pincér segédvizsgára készülnek. A dobbantó programban először elvégezték a 8 osztályt, majd szakmát tanulhattak. Az asztaltól úgy állunk meg, hogy mi vegyük őszre őket, de ők minket nem. És ha netán valamit kérnek, vagy valami, akkor mi oda tudjunk nekik menni, és akkor igen, segíteni. A nyíregyházi Bencs László szakképző iskola egyik legfőbb feladatának tekinti a tanulók hátrányos helyzetének megszüntetését és az esélyteremtést. Alternatív ösztönző programjaikon keresztül szakmák elsajátításához és felzárkóztatáshoz járulnak hozzá. A tanárok mentorként arra törekednek, hogy a gyermekek képességeiknek és terveiknek megfelelő képzettséget kapjanak a dobbantó program, orientációs képzés és a műhelyi iskola keretein belül. Nekem nagyon sok erőt adott ebbe, meg tényleg kitartást, és én ennek nagyon örülök, meg az oktatóknak is köszönöm szépen, hogy mellettem voltak mindenben. A Bencs modell három részből áll. A dobbantó programban 8 osztály elvégzése és alapkompetencia fejlesztés történik, az orientációs osztályban a magatartási és kompetencia zavarokkal, nehézségekkel küzdő diákokat képességeik alapján segítik a pályaválasztásban, családias közegben kialakított környezetben felzárkóztatják őket. A műhelyi iskolában pedig igazi szakmai végzettséget szerezhetnek a diákok. Kallós Angéla az intézmény igazgatójaként látja, hogyan lehet a gyakorlati képzésben hathatós eredményeket elérni. Az első országos szakmai workshop hiánypótló rendezvény volt. A konferenciának az első felében plenáris előadásokat hallhatnak a jelenlévők. Egyrészt tőlünk szakmai berkekből, első kézből információt, hogy mi hogyan is gondoljuk a rugalmas tanulási utakat, egyfajta benchmodellt mutatunk be. És a rendezvény második felében pedig végig kalauzoljuk csoportokba rendezve, természetesen a járványügyi szabályokat betartva a résztvevőket, ahol bepillantást nyerhetnek foglalkozásokba. Egyrészt műhelyi iskolai foglalkozásokba, szobafestőbolti előkészítő pincér segéd, szakács segéd részszakmákban, orientációs osztályban és a dobbantó osztályban. Mindenki részt fog venni minden foglalkozáson, és egy-egy feladat erejéig láthatja, hogy a gyerekek aktívan közreműködnek az oktatók irányításával. A szakmai workshopon a rugalmas tanulási módszereket és a Bencs modell új elemeit is megmutatták. A Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak nagyon fontos feladata a munkaerőpiaci igények gyors, rugalmas kiszolgálása, és hát egy nagyon széles palettával rendelkezünk 10 iskola révén. Azt gondolom, hogy jó szakembereket adunk a munkaerőpiacnak. Fontos feladatunk a végzettség nélküli iskola elhagyása, lemorzsolódás csökkentése, és ebben élen jár a Bencs, illetve az a szemlélet, amelyet ők végeznek. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az új szakképzési törvény megjelenésekor nagyon nagy figyelmet szánt a rugalmas tanulási utaknak, így azonnal volt egy iskolánk, aki elkezdte ezt a tevékenységet, így dobbantó program, műhelyi iskola és orientációs képzés is folyik a Bencsben. Nagyon fontos, hogy a szakképzési centrumok egymásnak átadják a jó gyakorlatokat, a tapasztalatokat. Az első országos szakmai workshop keretében iskolaigazgatók, főigazgatók, oktatási referensek találkoztak. A Bencs modell keretén belül arra irányították a figyelmet, hogyan lehet felzárkóztatni a hátrányos helyzetű gyermekeket és gondozni a tehetségeket szakképzés által.